Először sem vettem, hogy annyit megöltünk. Bogislav meghúlt a hadseregével. Ó, van még egy úriemberünk, remekte mehetsz a... egyetemre. Te párbajozz egyet valakivel, mondjuk vele. Na lássuk. Sosem tudom eldönteni, hogy melyik kié. És azt sem tudom, hogy mitől akadozik a cuccos, hogyha 30 FPS-en van és a fákat tök nyugodtan lengedeznek a szélbe. Ó, megöltük az ellenséget, remek. Te is párbajozz egyet. Oké, ezt elvesztettük. Ja nem, legyőztük és elfutott. Remek, Franciaország lázadni készül. Nem is tudok ellene sok mindent tenni. Úgyhogy lázadjatok csak. Lajos Ferdinand, irány Strasbourg. Hát ezt nem ráhagyhatjuk egy autóba hölre, hogyha elveszti, akkor folytatjuk az ostromot. Nézd, az ember elfogadható. Remek, megjavítjuk a képzőépületet. És elkezdjük fejleszteni a dolgokat. Rheinzban pedig építünk egy pár jobb utat, meg majd építünk egy barakkot végig is ott állomás az Zigblücher. De meg Franciaországban elkezdtek lázongani az emberek. Viszont... itt az idő, hogy ismét az osztrákok ellen készüljünk. Eléggé komoly seregeik vannak a határon, de... szerintem át tudjuk törni a vonalaikat, hogyha egyesítjük Blücher és Lajos Ferdinánd erőit. Mennyi a bevételünk? Sok. És még el se készültek igazán az új ipari épületeink. Na igen, őket rendeltem vissza Amsterdamba. Ó, Napóleon úgy tűnik végre megy és oda csesz a németeknek. Osztrákoknak. Mondjuk, technikailag még ők a német-római császárok. Jó, mondjuk technológiailag igen, technikailag meg egész Németország az én irányításom alatt áll. Kivéve Hessent. Franciaországban lázadás van. Ennyi a... ahogy az ott a lázadás. Azt hiszem Franciaországot hagyjuk, hogy elfoglalják a lázadók. Remek, fejlődik a technológiánk. Fejlesztjük ki inkább ezt. Jó, fejlesztjük. Fejlesztjük, amit fejlesztünk. Elkészült az egyik új adminisztratív épületünk. Prágában fejlesztjük a képzőépületet, meg majd építünk egy új ágyúkészítőt. A következő körben. Meg majd mindjárt elkezdjük felépíteni Rheinzban a helyőrséget. Sőt, annak neki is állatunk. Csak mert hamarosan ki akarom vonni onnan Blücher erőit és keletre akarom őket meneteltetni. Azon gondolkozok, hogy hogyan induljunk az osztrákok ellen. Szerintem... Lajos Ferdinánd erőivel megindulunk Morvaország ellen. Blücherrel pedig rögtön Bécs ellen vonulunk. Kis idővel azután, hogy Lajos Ferdinánd bevette Morvaországot, és az osztrák haderő elkezdett arra menetelni. És reméljük, hogy a magyar csapatok kitartanak az osztrák erők ellen. Remek, Párizs újra Franciaország kezében van. Miért nem akarnak velem kereskedni a franciák? Napika, kereskedjünk. Remek, kereskedünk. És Prágában építünk egy új ágyúöntőt. Itt pedig épül a helyőrség. Fejlesztjük azért itt a képzőépületet, hát a szükség lesz rá. Mégiscsak a határon van. Remélem, hogy
sajnos nem elég hülye az emi ahhoz, hogy megtámadjon engem, úgyhogy szinte nincsenek reguláris csapatai a határon. Nem tudom, mit csinál az osztrák, amikor ott van egy rohadt nagy francia hadsereg az oldalán. Nem! Nem fogom abba hagyni a kereskedelmet a franciákkal azért, mert kapok tőled valami szarágyút. Ó, a spanyolokkal még hadban állunk vajon? Lehetséges. Ja. Carlos, kössünk már békét. Nem. Remek. Britannek problémáik vannak a szipolyokkal, de miután India nincs a térképen, ezt észre se fogjuk venni. Fejlesztjük az úthálózatunkat. Jó, a franciák visszaküldték az egyik emberüket, hogy szabotálják el a kutatásainkat. Vagy lopják el a technológiánkat. Na mindegy, mindjárt elpárbajozzuk. Franciák, német, osztrákok, oroszok. Egyik se csinál semmit. Na, Napóleon bitte, támad már meg az osztrákokat. Nincs semmi action a térképen, hogyha én nem csinálok semmit. Nő a bevételünk közben, mint a dög. Oké. Na, próbáljunk meg kirendelni a csapatainkat Rimesből. Remek, nem lázadnak föl. Blücher, menetei keletre. Állítsuk fel a segét Bajorországba. Itt fejlesztjük az adminisztrációnkat. És szeretnék minél gyorsabban elkezdeni hovicereket gyártani. Ez mit is ad? Plusz prestige. És könnyebb gyártás. Lehet, hogy érdemes azt megépíteni. Majd valamikor a távoli jövőben, amikor mondjuk kifosztjuk Bécset. Az osztrákok meg indi nem csinálnak szart se. Az oroszok sétálgatnak. Mondjuk már az oszmán törökig is oda cseszednének az oroszoknak, már jó ideig nem harcoltak semmit. Szerintem most már lehetne idejük, hogy felépítsék a cserejüket. Jó, mondjuk az országok negyedét kapják meg a térképen. Ami szintén egy kicsit hülyeség. Jóra meg kész vannak a gyáraink. Ó, bevétel, baby. Nem lázott föl semmi tőle? Nem. Jut eszembe, Amsterdamot már tudjuk adóztatni, ugye? Tudjuk hát. Normandiát? Ezt még nem. De, tudjuk, remek. Adminisztráció. Fejlesszük. Na, most már van bevételünk. Ó, van egy egész komoly kis osztrák seregecske Svájcban. Lajos Ferdinand erői helyett ide építünk egy kis helyőrséget. Szükség lesz rá. Ekközben Prágában mindjárt elkészülnek a barakjaink meg az ágyúöntőnk. És én mindig nem öltem meg azt a francia patkányt az egyetemen. Nem. Nincs szükségem egy kupac flottával kapcsolatos technológiára. Nézd a francba, franc. Töm-töröm-töröröm. Vonulnak az oroszok. Gyertek már ki a Spice-ból és támadjátok meg a franciákat. Nem, nem fogom megtámadni a franciákat, támadjátok meg őket, ti! Hadban álltok velük! Ó, a magyarok úgy tűnik akciózni készülnek. Vagy csak biztosítják a stratégiai fontosságú hídjaikat.
Prágában kész a barak. Fejlesszük. Aztán összeállítunk belőle egy kis hadsereget majd. Oké, Blücher, te hova is akartunk küldeni? Ja, vonulj be Bajorországba. A Bajor helyőrséget közben kirendeljük. Adunk neked 2 huszár egységet. Ha Lajos Ferdinándot kirendeljük, ja. Téged akkor elkezdünk meneteltetni Csehországba. És még úgy sincs egy ideig szükség a helyőrségre. Remek, ez menetelgetnek. Továbbra se történik semmi. Ha a koalíció ennyit működött, akkor nem csodálom, hogy Napóleon elfoglalta fél Európát. Remek. Vannak szakszervezeteink, hurrá. Ez mással lecsökkentette a bevételünket, de segít boldogan tartani a lakosságunkat. Prágában kész új ágyűöntőnk. Fejlesztjük tovább nagy arzenállá, ugyanis szeretnék elkezdeni nagyobb kaliberű tüzérséget gyártani. És Berlinben is továbbfejlesztjük a képző komplexumunkat. Szászországban megépítünk egy operaházat. Na. Blükernek itt képződnek a huszárai. Lajos Ferdinánd pedig menetel Csehország felé, remek. És most halálra párbajozzuk azt a rohadt franciát. Te vagy jó párbajozónk, ugye? Ja. Mit van itt neked? Egy száműzött nemes. Párbajozz meg. Ahogy elnézem, ezúttal pisztoly lesz. Okosan választott az emiőr, az emberem jó a bajvívásban. Ez komoly. Azért ő utána. Teli találat. Aztán meg is halt, ez azt jelenti. Megint csak akad az intro, nem tudom miért. Nem úgy tűnik életben van. Ja, hogy az én emberemet ölte meg a rohadék. Vagy győzte le. Na jó, próbáljuk meg. Veled? Párbaj. Próbáljuk meg veled? Párbaj. Próbáljuk meg veled? Párbaj. Remek. Következő kör. Nem kaptam meg a következő kör hangeffektet, hát mi van itt? Lement a büdzsé? Az oroszok nem tudom, hogy hova vonulnak ezzel a sok sereggel. Remélem, hogy a törökök nem támadják meg Magyarországot, most csesztessék az osztrákokat egy kicsit. Remek. Most az embereinket visszaküldjük az egyetemre. És ezt az egyetemet tovább is fejlesztjük. Csinálunk belőle egy klasszikus egyetemet. Azt a jövőséget kiküldjük erre a hídra. Lajos Ferdinánddal pedig a következő körben bevonulunk Csehországba. Az itten beérünk. De még itt szükségünk lesz egy kis lovasságra, úgyhogy... inkább csináljunk ilyen kopjásokat. Egy pillanat. Oké, itt vagyunk, következő kör. Ugye szerencsénk van, jövő tavasszal meg tudjuk indítani a támadást az osztrákok ellen.
Nem! Fuck you! Na, no, tényleg lehet, hogy közben nem ártana elkezdeni építeni a flottánkat. Nem! Azt az emberünket küldtük valahova? Ezek csak menetelnek és menetelnek és szart se csinálnak. Britter legalább megtámadhatnák Gibraltárt vagy valami. Te? Menj abba az egyetembe. Itt építünk egy ilyen kis kereskedelmi cuccost. Fejlesztjük a lovászatot, fejlesztjük a favágászatot. Az adminisztráció már fejlődik. Mindig fejlődik. Fejlesztjük itt az adminisztrációt. Ászászban épül az új helyőrség, remek. Itt meg még 6 kör is elkészül a nagy arzenál. És azt még egyszer továbbfejlesztjük, akkor aztán el tudunk kezdeni havicereket gyártani végre. Töm töröm. Mi a fene? Ott volt egy teljes török csapásmérő erő, ami ott áldogázzon a rohadt hidon. Csesszetek már oda az oroszoknak, vagy valami. Remek. Tudjuk fejleszteni Csehországban a képzőépületünket? Ó, már fejlődik, értem. Fejlesztjük az adminisztrációt. Ezt mindig fejlesztjük. Valaki, akivel tudunk kereskedni? Ó, nem kereskedünk Belgiummal, mi a fene? Belgium kereskedünk. Közben mellesleg lehet, hogy érdemes lenne indítani egy kis háborút Oldenburg ellen. Vagy akár Mecklenburg ellen, valamelyik ellen kettő közül. Mecklenburg szövetségben áll a dánokkal. Oldenburg viszont egyedül van, és... Hessen? Hessen is egyedül van, remek? Ferdinand? Hagyj itt két egységet, és vidd el helyettük a kopjásokat. Ti vonultak Oldenburg ellen. Blücher, te pedig Hessen ellen. Egy kis német egyesítés időközben, amíg unatkozunk a seregépítésünkkel. Franciák, osztrákok, megint nem csinálnak szart se. Tényleg a britek eddig még semmit nem csináltak konkrétan. Jó, vesztettek a franciák ellen tengeren. De semmi szárazföldi aktivitás. Remek, a törökök építkeznek. Ott a köthegység. Ó, hamarosan el tudjuk kezdeni fejleszteni az iparunkat is. Na. Most. Blücher, irány Kassel. Nem hívjuk be a szövetségeseinket, mert nem lépnének be. Hát ez... Megnézzük, mit ad rá az Auto Battle. Akkor ezt lejátsszuk majd. De az mára már nem fog beleférni. Majd a következő részbe. Úgyhogy ez volt én már a Matabarna, még Blücher is meghalt. Ez volt itt a Let's Play Napoleon Total War, és találkozunk a legközelebb. A viszontlátásra!